Na hát nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a Bicskei TV-nek a megkeresését. Földvári Attila, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője van velünk vonalba, és a vadveszély az országutakon a mai beszélgetésünk témája. És itt vagyunk a nyár, mondhatom azt, hogy derekán. Mire is számíthatnak az autósok, illetve mire is figyeljünk a közutakon? Az őzekre elsősorban, ha bár most lassacskán már lecseng az az időszak, ami fokozottan vadelütés veszélyes, ez pedig nem más, mint az őznek a párzási időszaka, az vadásznyelven üzekedés. Ez körülbelül július közepén kezdődik, és körülbelül augusztus közepe táján van vége. De hát a természetben nincsenek ilyen írott szabályok, tehát néhány nap ide vagy oda mindig benne van a pakliban. Az őzek ilyenkor sokkal nagyobb területet járnak be, sokkal aktívabbak és napközben is. Tehát amit általában szoktunk mondani, hogy a szürkületi óráktól a hajnali órákig veszélyes a vad elsősorban az utakon, de ilyenkor ez nem igaz. Ilyenkor sajnos azt kell mondanom, hogy a nap bármely szakában és az ország bármely területén, mert hogy az őz a legnagyobb egyedszámú nagyvadfajunk és a legelterjedtebb is. Attila, és mit lehet tenni? Mert hát ugye sok autós panaszkodik, hogy oké, dudál, próbálkozik, de hát ott áll vele szembe a vadállat, és se előre, se hátra. Sorban mondom, mert el fogunk jutni nyilván addig a pontig, hogy ott van előttünk a vad az úton. A legfontosabb az, hogy nekünk autósoknak kell sokkal óvatosabban vezetni ebben az időszakban, meg egyébként talán máskor is, teszem hozzá halkan. A megengedett haladási sebesség az soha nem a kötelező haladási sebesség. Tehát nyugodtan mehetünk lassabban, és hogyha mondjuk olyan útszakasz következik, ahol nem látjuk be, hogy mi van a kanyar mögött, vagy olyan a vegetáció az út szélén, hogy nem tudjuk, hogy mikor léphet ki belőle valami, akkor megint csak lassítsunk, és nagyon figyeljünk. Nyilván senki nem veszi a kezébe a telefonját autózás közben, de ha esetleg valakinek eszébe jutna, semmiképp ne tegye ebben az időszakban ezen körülmények között, mert itt tényleg a másodperc törtészén múlhat az, hogy meg tudok állni, vagy nem tudok megállni. Azt nagyon fontos tudni, hogy az őz nem jár egyedül, tehát ebben az időszakban ugye a párzási viselkedés ennek a fajnak úgy néz ki, hogy az őzbakok kergetik a sutákat, vagy pedig az egyik őzbak a másik bakot kergeti el a saját területéről, sőt az is előfordulhat, hogy az egyik őzbak kergeti a sutát, őt pedig egy másik bak követi, amelyik szintén szeretne ugye lehetőséghez jutni, hogy örökítse a génjeit. Na most, hogyha én azt látom, hogy előttem elszaladt egy őz, akkor még mindig nem a gázt kell taposnom, hanem a féket, hiszen 100% majd, hogy nem, 99,99%, hogy elő fog jönni a következő őz, és hogyha én gázt adok, akkor pont telibe fogom találni ezt a második állatot. Hogyha éjszaka közlekedünk, akkor segítségünkre lehet az, hogy a vadnak meggyillanhat a szeme. Tehát, hogyha látjuk az út mellett a vegetációt, közismertem nevén susnyát vagy gyombúj, akkor ebben, hogyha valami villan, akkor is lassítsunk, fékezzünk, mert nagyon jó esély van rá, hogy az vad, és hogyha ott a vad, akkor minden további nélkül kiléphet. És visszatérve az eredeti kérdéshez, hogyha ott áll és nem mozdul, akkor meg egyetlen egy lehetőségem van az, hogy satúfékezek, és bízom abban, hogy szerencsém lesz, vagy megállok, hogy az utolsó pillanatban elugrik a vad. Amit semmiképpen nem szabad ebben a helyzetben tenni, az, hogy megpróbáljuk kikerülni és rángatjuk a kormányt. Eleve ahhoz azért valami felkészültség, tapasztalat kell, hogy az ember ilyen helyzetben nagy sebességnél úgy tudja rángatni a kormányt, hogy megtartsa az autót az úton. Tehát az egyik veszély az, hogy jobbra fogunk letérni az útról, beleborulunk az árokba, beleütközünk egy fába. A másik lehetőségnek, hogy balra át fogunk sodódni a szembe jövő sávba, ahol pedig frontálisan ütközhetünk egy másik autóval. Mind a kettőnél, akárhogy is nézem, sokkal jobb opció az autó számára, hogyha előtti az őzet. A továbbiakban meg pedig reméljük azt, hogy mondjuk nem szenved az állat, hogyha szenved, akkor pedig értesítenünk kell a rendőrséget, amely hivatalból majd a vadgazdálkodó szervezetet is, amelyik az adott területet kezeli, és a továbbiakban nekik kell már, hogyha mondjuk nincs ott az őz, akkor utána menni, megkeresni, eldönteni, hogy mondjuk el tudott-e menekülni, vagy sokáig keresni, mert mondjuk olyan vérnyomok vannak, amik indokolják, tudnélik valószínűleg már az élettel összeegyeztethetetlen sérülései vannak. Ha elpusztulva megtalálják, akkor pedig nekik kell eljárni továbbiakban, hogy a vadteste a megfelelő helyre kerüljön, hogyha felhasználható még a hús, akkor nyilván a hűtőházba, hanem akkor pedig meg kell semmisíteni. Nagyon szépen köszönjük Földvári Attilának ezt a rövid interjút. Hamarosan folytatjuk ezt a témakört, hiszen lassan udvarolnak a szarvasok is, és a bikák bőgésével kapcsolatban lesz úgy a
telefon közelben Földvári Attila. Még egyszer nagyon szépen köszönjük.